Napis András, szobrász és grafikus vagyok. 1942-ben Kecskeméten születtem. A képzőművészeti főiskolát 70 és 74 között végeztem el. Az életutam az átlagtól egy kicsit eltérő, tekintettel arra, hogy 1960-ban érettségiztem Szegeden, de atyám 56-osként sajnos sok mindent meghatározott az utána következő 10 évre. 1960-ban rögtön segédmunkásként kezdtem el dolgozni, majd műhelyérnök lettem, aztán segédraktáros, és közben többször felvételiztem a Műszaki Egyetemre építésznek, tehát tulajdonképpen a középiskolai képzőművészeti tanulmányaim akkor még nem determinálták a eljövendő éveket, de ezek részben úgy voltak csak sikeresek, abban az időben volt egy ilyen kategória, hogy sikeres fölvétel, de elhiány miatt nem veszik föl. Na most 1962-ben indultak úgynevezett felsőfokú technikumok, és a sikeres fölvételivel be lehetett külön fölvételi nélkül jutni egy ilyen technikumba. Én Székesfehérváron végeztem el 1962 és 65 között. Gyakorlatilag ez egy, mondjuk úgy, hogy olyan diploma, ami nem mérnöki, úgynevezett szakmérnöki diploma. A főiskola elvégzése után 2 évig dolgoztam műszaki területen, úttervező, útépítő, stb. Ilyenféle dolgokat csináltam. Utána 1 évig voltam sorkatona, és a katonaság után kezdtem fölvételezni a képzőművészeti főiskolára. A 3. vettek föl 1970-ben. Meg kell említenem azokat a mestereket, akik részben a középiskolás koromban részben a fölvételihez segítettek hozzá. Ez az idén 100 éves korában meghalt Kopasz Márta grafikus művész volt az egyik, a másik a Szegeden élő Tápai Antal szobrász művész, a harmadik, aki effektív ténylegesen fölkészített a főiskolára, az pedig a ma is élő 75 éves Tóth Sándor szobrász művész. És így 28 éves koromban vettek föl a képzőművészeti főiskolára. A főiskola előtt 1 évig kőfaragó is voltam, és amikor felvettek, akkor Szabó Iván szobrászművészhez kerültem, aki tulajdonképpen az életre készített föl, volt néhány ilyen idősebb hallgatója, mint amilyen én vagyok, és azt mondta, hogy olyan dolgokat kell csinálni, és ez elsősorban az érmészet volt, amiből meg lehet élni. A köztéri szobor az ritkán adódik. Így, amikor 74-ben elvégeztem a főiskolát, már volt megbízásom, nem is egy, hanem több, már a főiskola alatt is rektori engedéllyel dolgozhattam, és ennek eredménye lett, hogy 1976-ban nagyon sikeresen pályáztam meg az Erkovics ösztöndíjat. Tulajdonképpen ez lendítette elő az életemet. Nagyon sok munkám született, és onnantól kezdve aránylag, amennyire ez egyáltalán lehet, egyenes volt az életpályám. Már a főiskola előtt volt Sándor is, de a főiskola alatt is Szabó Iván is, és többek között ugye több mesterem is, Rozanics például, aki a grafikát oktatta. Mindenki azt mondta, hogy ugye itt azt kell csinálni, amit az ember tud, tehát nem kell kifordulni a magunkból, és éppen ezért, mivel én eléggé jól rajzoltam és jól mintáztam, hát hűséges lettem a realizmushoz. És ez azért lényeges, mert nagyon sokan ideológiákat faragnak és egészen más dolgokat csinálnak, de nekem ez tulajdonképpen az egész életembe szerencsét hozott, és úgy érzem, hogy azóta is, amit csinálok, azt tulajdonképpen jól csinálom. Az ére megbízások mellett rögtön lettek szobor megbízásaim is. Történetesen az, amit 3. korom végén csináltam, egy életnagyságú női figura, ez már 1975-ben megbízásként elhelyezést nyert Szegeden. Azon kívül 1980-ban volt Nagylakon egy dózsa szobrom, ami valamivel nagyobb, mint életnagyság. De hát a köztéri szobrok azért nem sorakoztak annyira az én esetemben, mint sokan másokéban, viszont az érmekkel kapcsolatban nagyon jó, hogy mondjam, helyezéseket értem el, mert eddig életemben 73-tól kezdve több mint 900 érmet készítettem. Azért a köztéri szobrok sem maradtak el igazán, csak azoknak is saját sorsuk van az én esetemben. 1975-ben volt az első kiállításom Szegeden, és ott bemutattam a Kalap alatt című szobromat, amely nagyon nagy siker volt, azóta is siker. A városi tanács, ugye akkor még városi tanács volt, egy opciót jelentett be rá, de végül is egy egész rendszerváltás kellett ahhoz, hogy ez a szobor elhelyezés nyeljen 92-ben Szegeden a Tiszaparton. Ennek a szobornak a sorsa azonban itt nincs befejezve, mert 99-ben egy másik példányt is kiviteleztem belőle, tehát 2 darab létezik belőle, a gipszet sajnos megsemmisítettem. Ez kikerült Párizsba, és azóta is Párizsban a Magyar Intézet előtt van a
Rue Napóleon vagy Rue Bonaparte 92 alatt, és határozottan nagy közönség sikere van. Tulajdonképpen ezt azért említem meg, mert ezzel kevesen dicsekedhetnek, ez semmiféle protekció nem volt benne, ez egy kiállítás kapcsán került oda, és ő elérte azt a valamit, amit kevesen érnek el, hogy a párizsi városnéző buszoknak egy fontos megálló és fényképezője lett ez a szobor. Ez egy női figurát ábrázol, aki a könyökére támaszkodik, egy nagyon érdekes kalapon rajta, és oda lehet ülni mellé a padra. Tulajdonképpen ez a fő vonzereje. A másik, hát több köztéri szobron van, de a másik, amit szeretnék még így népszerű megemlíteni, az pedig 2006-ba került elhelyezésre Szegeden a Novotel szálló előtt, egy szökőkútnak a figurája, ami egy alapítványi díjként indult, de ahhoz képest 20 év múlva lett köztéri szobor, szintén a közönség kedvence. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem is a számszerűség az érdekes, hanem az, hogy az emberek mennyire szeretik, amit csináltam. A Derkovics ösztöndi számomra rendkívül fontos volt, nagyon sok munkámat tudtam kiviteleztetni, és tulajdonképpen ezek nagyon érdekes és mondjuk meghatározók az életemben. Kiállítási díjakat többször is kaptam, ezek nem annyira fontosak, hiszen hát egy kiállításon vannak ilyen felfutó szakaszok az ember életébe, és amikor még általában ez úgy szokott lenni, amikor még újdonság a képzőművészeti életbe, akkor kap díjakat, amikor már nem annyira, akkor nem kap díjakat. Hát ez általában úgy szokott lenni, de a Derkovics ösztöndíj az többszörösen nagyon jó, mert abban az évben, amikor én jelentkeztem és pályáztam, soha azelőtt annyian nem jelentkeztek rá, és ennek erre én is kaptam meg egyedül a Szobrász Derkovics ösztöndíjat, amire azóta is büszke vagyok, és rengeteg olyan munkám van, amit akkor készítettem, és a Derkovics ösztöndíjnak egyetlen föltétele volt tulajdonképpen, hogy mit nem lehet csinálni, a képcsarnoki munkát nem lehetett csinálni, ami nagyon jó volt akkor is, meg hát ha még ez létezik egyáltalán, akkor most is. Az a lényeg, hogy bármilyen megbízást el lehetett vállalni, és ez engem nagyon segített a munkámban, hiszen megbízások úgy mondjam jöttek. Egyik megbízást hozta a másikat. Atyám néhai Lapis Péter, aki kultúrmérnök volt, őről annyit, hogy elég népes családból származik, és nagyon nehezen tudta a 30-as években elvégezni a Műszaki Egyetemet. Nem azért, mert rossz tanuló volt, hanem azért, mert az anyagi nehézségek és a társadalmi viszonyok ilyenek voltak. Én már értelmiségi családba születtem bele, ami hát sok könnyebbséget adott, leginkább azért, mert hát atyám már idős ember volt, amikor engem fölvettek a képzőművészeti főiskolára, ennek ellenére maximálisan támogatott, illetve volt egy keresztanyám, aki szintén anyagilag támogatott ez alatt, ami nagyon sokat jelentett. De egy lényeges dolgot szeretnék itt megemlíteni, a főiskola előtti utolsó munkahelyem az a mélyépter volt, és ott volt egy főosztályvezető, Deák József nevezetű, aki még, mivel tudta, hogy az egyetemeken, főiskolákon első fél évben nincs ösztöndíj, még megbízott olyan munkákkal, amit én a kollégiumban el tudtam végezni, és ezért pénzt is kaptam. Tehát tulajdonképpen többen segítettek ebbe, akik valamilyen fajta módon meg voltak elégedve velem. Volt egy testvérem, sajnos ő tavaly halt meg, ő 2 évvel volt idősebb nálam, ő matematikus volt, de általában éve a családi vonatkozások az jellemző, hogy matematikusok, mérnökök, mondjuk orvosok, most már jogászok is vannak, és 98-ban csináltunk egy lapis találkozót, ami elég régen volt, ott kb. 50-en jelentek meg, de nem egyből áll a család, hanem ebből sem többből. Voltam egy rövid ideig nős is, van egy fiam, a fiam az nem a képzőművészeti ágat örökölte, hanem a műszakit, illetve a matematikait. Ő tavaly végezte el a Műegyetemet autógépészmérnöki szakon, és most indult, már egy év eltelt neki a elektromérnöki doktorátusa lesz tulajdonképpen. Apám, testvérem, és azt a vonalat követi, akik mondjuk nem művészek. A művész vonal van egy unoka húgom, aki fazekas, népművész. Hát tulajdonképpen Kozák Évának hívják, aki nagyon nagyszerű és az élbolyba tartozik. Ővele nagyon ritkán találkozunk, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk. A műfaj az teljesen más, mint az enyém, de az nem baj. Már próbáltam neki mondani, hogy csináljunk egy közös kiállítást. Ami azért fontos, mert én nagyon régen nem veszek részt kiállításokon, egyéni kiállításokat is ritkán csináltam. 2000-ben csináltam egyet Csehországban, Zlata Koronában, ami Cseszke-Budajovice környékén van, ez csak az érdekes, ha valaki olvasta a Svejket, annak ez mond valamit, ami nagyon-nagyon jól sikerült, az Őrangyalok kápolnájában, ennek pedig ott volt számomra jelentősége,
hogy valamikor volt egy olyan álmom, hogy nekem lesz egy kiállításom egy kápolnába, és ez íme megvalósult, nagyon érdekes módon. Azóta nem volt kiállításom, kiállításokon általában nem is nagyon szeretek részt venni, mert eléggé Budapest-centrikusak. Most azt kell hozzátenni, hogy egy kiállítást megszerveznek, akkor oda van egy beadás, van egy zsűri, van egy visszavétel, tehát egy csomó olyan utazgatás, ami nem biztos, hogy hoz valamit. Egy darabig tagja voltam a Nemzetközi Éremszövetségnek, ami nagyon jó volt azért, mert ott összeismerkedtem egy német verdéssel, aki Pforzheimbe él, egy ilyen teljesen magánvállalkozás, messze negyedik generációs, akiktől évekig kaptam munkát úgy, hogy én csináltam meg a gipszmintákat, és ők megcsinálták a vertérmet, amit ők Amerikába exportáltak. Ez nagyon átsegített néhány nehéz éven, de más dolgokat is csináltunk utána együtt, mert az én cégem viszontzású később ott csináltatott néhány olyan érmet, amit itt nem tudtak kivitelezni. Nota bene, ma már mindent meg tudnak oldani, de 20 évvel ezelőtt még nem tudtak. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen jellegű együttműködés is létrejöhet. Aztán később már nem volt kedvem ebbe a klubba járni, habár nagyon jó emlékeim fűződnek több ilyen helyre, mondjuk ott Londonban volt, Amerikában volt, Helsinkibe, én nagyon szerettem és nagyon jó volt. De azt hiszem, hogy az egy másik műfaj, aki állandóan kongresszusokra és kiállításokra jár. Én szeretek otthon üldögélni, gondolkozni, megcsinálni mindazokat a dolgokat, amit elképzelek, ami sokszor nem megbízás, és itt térnék arra rá, hogy tulajdonképpen nekem a munkám a hobbim is, mert hát részharcokat is szoktam csinálni, én a főiskolán fakultatív módon fölvettem, és 4 évig tanultam a különböző ilyen sokszorosító grafikai műfajokat. Volt is megbízásom például részharcokra egy időben, nem, ha ez nem nagyon megy, de exédiszeket szoktam csinálni. Ilyen különböző, mondjuk úgy, hogy ilyen társaságnak, szövetség, stb. Tagja vagyok, van néhány külföldi is, de igazából nem nagyon fülik a fogalmam az utazgatásokhoz. Annak ellenére, hogy voltam Amerikában többször, Nagy-Britanniában, Németországban, Ausztriában, nagyon sokszor, Egyiptomban, Görögországban, Olaszországban, Kínában, szóval tulajdonképpen elég sok felé jártam, nagyon jó emlékeim is vannak róla. Mondhatnám, hogy ezeket tanulmányútnak, de hát igazából a tanulmányút akkor mondjuk az embernek van egy speciális érdeklődése, és tanulmányút, tehát teszi azt az utat, ahova elmegy. Na most én rám általában ez volt a jellemző, hogy nem tengerparti nyaralásra mentem, hanem azokat a dolgokat néztem meg, ami mondjuk a tanulmányaimból adódóan kíváncsivá tettek, hogy ezt az életbe is lássam. Így gyakorlatilag azt hiszem, hogy a művészeti oktatásnak nagyon fontos része kellene, hogy legyen, hogy bizonyos, mint ahogy volt valamikor az a római iskola, hogy mindenki életbe lássa meg azokat a dolgokat, amit könyvben lát. Mert teljesen más egy piramis tövébe megállni, mint képen látni, vagy ami nekem a megdöbbentő dolog volt például nem messze itt Bécsbe, a Willendorfi Vénusz, amit úgy nem is akartam elhinni, hogy ez az, ezt látom. Tehát vannak ilyen dolgok, amik az embert úgy hatják meg, hogy úgy fokozatosan jön rá, és olyan hirtelen ráébredésszerűen jön arra rá, hogy mit is lát. Ilyen volt például a Michelangelónak az utolsó ítélete, amit akármilyen könyv és akármilyen albumot nézek, abból semmit nem mutat, mint amikor ott állok a belsejébe a kápolnának, és fölnézek a mennyezetre, vagy megnézem a végfalon a freskót. Én iskolában nem tanítottam, Szegeden vége egy képzőmészkört vezettem, ahol engem is fölkészített Tóth Sándor a főiskolára. Tulajdonképpen itt nagyon sokan tanultak, a Szeged Tömörkén Képzőművészeti Gimnázium 4. évfolyama járt állandóan oda 10-valahány évig, mert nálam mindig voltak modellek, élő modellek, fejmodell, akmodell, férfi modell, női modell, és én a tanítványokról azt gondolom, hogy azt nekik kell elmondani, ha valaki azt mondja, hogy vállalja, hogy én a mestere voltam, az nagyon jó. Én azért nem akarok senkiről beszélni, mert én sokakat készítettem föl, tudom is, hogy kik mit köszönhetnek nekem. Ha vállalják, úgyis elmondják, ha nem vállalják, akkor pedig teljesen mindegy.